Nagyon sok szeretettel üdvözöllek, vagy üdvözlöm ebben a figyelemfelkeltő kisfilmben. Én Bújcsa Ferenc vagyok, vagy Ferikó. Londonban éltem közel 6 évet, és saját magam részére teljesen véletlenül találtam valamit, saját magam egészségi problémájára találtam valamit, ami nekem működött, és azóta már jó néhány barátomnak és ismerősömnek is szintén. Azóta ez a szám több százra növekedett. Ezért a legnagyobb biztonsággal tudom kijelenteni, hogy igen, működik. Mi ez, amit találtam? Az nem más, mint lehetséges újra bekapcsolni a saját immunrendszerünket. Tehát kapcsolja be végre a saját immunrendszerét ön is, vagy te is. Van egy kutatási eredmény, ami mától Európában, így Magyarországon is elsőként hozzáférhető általam. Így kérem, ha ismer, vagy ismersz olyan embert, vagy embereket, aki, vagy akik súlyos, vagy nem súlyos, de betegek, és nem találtak megoldást, vagy saját maguk, magának is eddig megoldhatatlan gondjai voltak, nem mehet el az információk mellett. Felfedezték ugyanis az immunrendszer fő alkotelemét mostantól, illetve 1994 óta orvosi tény az emberi szervezetben a fő antioxidáns, minden antioxidáns anyja és a legfőbb méregtelenítő anyag a szervezetünkben, minden minden élettani funkciónkban kulcsfontosságú szerepet ellátó anyag, egy aminosav, mint glutatión aminosavnak hívunk, ami glutamin aminosavból, ciszteinből, glicinből álló tripeptid. A szervezetbe bejutott glutatión nem reakcióképes, ezért azt cisztein, glicin és glutamin aminosav felhasználásával a szervezetnek elő kell állítania sejt szinten. A glutamin aminosav és a glicin nyugati táplálkozási szokásokkal nagy mennyiségben kerül a szervezetünkbe, ezért a glutatión előállításának egyetlen korlátja a cisztein bevitelének megfelelő mennyisége. Ez a kutatás nem máshonnan ered, mint Amerikából természetesen, egy immunológiai központból, Kanadából, Montrealból, ahol több mint 30 év kutatás után találtak rá arra a dologra, hogy mi működteti az emberi immunrendszert. Amire rájöttek, az nem más, hova vezet vissza, mint az immunrendszerünk kialakulásának gyökeréhez, a szoptatási időszakhoz, vagy pedig úgy is hívhatjuk az anyatejhez. Bizonyára sokan vannak, akik ezt a videófilmet nézik esetlegesen, és gyermekük van, vagy esetleg gyermeket várnak, és tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy ugye a gyermekeknél a kialakuló immunrendszer a szoptatási időszak alatt alakul ki. Ez most már olyan tény, amit hát több mint 15 éve tudnak. Ez a glutatión legnagyobb mennyiségben gyermekkorban a szoptatási időszak alatt termelődik, fix mennyiségű, úgynevezett újrahasznosuló aminosav. A probléma gyökere az, hogy egyedül az anyatejben található meg egy részében az a cisztein nevezető hőérzékeny, speciális kéntartalmú aminosav, ami a későbbiek során a bevitelt, illetve a hozzáférését a szervezetnek gyakorlatilag teljesen lehetetlenné teszi, és miután újra hasznosul aminosav, ezért elkopik az éve során, ezért van az, hogy 30 év fölött gyakorlatilag kiürül, vagy kezd kiürülni a szervezetünkből. Megfigyelt tény, hogy azoknál a gyermekeknél, vagy azoknál a felnőtteknél, akik gyermekkorban akár fél éven keresztül anyatejet tudtak inni, gyakorlatilag kevesebb a betegségek kialakulásának a százaléka, illetve sokkal ellenállóbbak a különböző vírusokra, baktériumos fertőzésekre, hamarabb kilábolnak a különböző megbetegedésekből, és sorolhatnám ezt a dolgot. Sokan nem tudják, hogy az immunrendszerhez milyen dolgok kapcsolódnak. A legfontosabb dolog, gyakorlatilag azt tudnám mondani, hogy minden. A hormonháztartástól kezdve a légzés, a keringés, az idegrendszer, az emésztés, az emésztőrendszer, gyakorlatilag minden,
az ízületektől kezdve a csontban nem épül be a kalcium, a megfelelő glutatív aminosav jelenléte nélkül, a C-vitamin nem fejti ki hatását, 100%-ban ennek az aminosavnak a jelen, tipetil aminosavnak a jelenléte nélkül nem épül be, nem hasznosul úgy, ahogyan annak kell, hogy hasznosuljon az E, a B1, B2, B6, B12, a cink, a szelén, a vanádium, a magnézium, és még sorolhatnék jó néhány vitamint, vagy mikroelemet, vagy egyéb mikroanyagot, amit tápanyagnak hívunk, egyetlen egy sem működik tökéletesen ennek a megfelelő mennyiségű jelenléte nélkül. A szervezetünkben több mint 4000 különböző antioxidáns tartalmú vegyületet vagy anyagot különböztetünk meg, hangsúlyozom, egyik sem működik ennek a glutatión aminosav megfelelő mennyisége jelenléte nélkül. Mostantól ennek a glutatión aminosavnak a szintje az emberi szervezetben orvosilag, klinikailag, tesztelten, igazoltan, kimutathatóan, bizonyítottan növelhető egy speciális eljárás alkalmazásával, amiről kérjél információt tőlem, vagy attól a személytől, akitől ezt a videófilmet megkaptad. Ha szeretnéd újra az immunrendszeret bekapcsolni, és az, hogy úgy működjön, ahogyan az meg lett tervezve születésünk pillanatában, akkor kérlek, keressél meg engem, vagy azt a szemét, akitől ezt a videófilmet nézted. Ha több információra lenne szükséged, kérjed el a tapasztalatokról szóló videófilmet, kérlek, kérd el a különböző információs videókat, amik lényegesen több információt tartalmaznak ettől a videófilmtől. Egyelőre köszönöm a figyelmet, és találkozunk a következő kisfilmben, akár vagy személyesen, vagy telefonon is. Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok neked!